Sziasztok, sziasztok! M3 Autópark Concerto invitál, hogy szálljunk be ide ebbe az ülésbe, de nem szállok be, hiszen megmutatom, ugye, mivel háromajtós autóról van szó, ez egy Fiat Stilo, hogy így lehet beszállni, ugye ezt a kis kalantyút fölemeljük, és úgy lehet beszállni hátra. Nagyon szép tiszta különben a kocsi, össze lehet csukogatni az üléseit. Van benne légzsák, legalább 6 darab, mivel van benne ugye függöny légzsák is itt fejnél, amit előbb is láttam. Annyira sötét van. Állítható ugye az ülés és a kormány magassága, elektromos tükrök és ablakok vannak benne, gyönyörű bőrkormányon van az autóban, ami légzsákos, ugye jobbról is van légzsák, középkonzolon a gyári zene, ami jól szól, szépen szól, digitális automata ki van az autóban, és ötsebességes váróváltó. Feri Peti kollégám, sziasztok, itt a gépkönyve szervizüzete, ugye magyar autó különben, a műszaki vizsgája az, ugye most vizsgázott 2018-11-08-kor, tehát 2 év műszakija van, 107 lóerős ez az 1.6 benzinmotor, és látjátok, van ugye középső középkönyök támasz is. A zenénk ugye az innen kormányról is vezérelhető, aztán van bordkompjúterünk, kinyitva van az ajtónk, és látjátok, elaludtak az ellenőrző lámpák, kivétel tankolnunk is kellene. Hát így indul az autónk. Úgyhogy már is megnézzük, hogy néz ki az autó motortere. Még egyszer megpróbálom ezt megmutatni. Hát ott a légzsák, ugye a hatodik légzsák. Aztán nézzük meg, hogy a mocia hogy duruzsol. Ez a 16 szelepes motor. A Concertónak a bal keze gyengébb és nehezen tudja kinyitni a motorháztetőket. Úgyhogy itt ez a kis 16 szelepes motor. Látom, hogy a szíj az nem olyan régi rajta, szépen szalad ez az új fehér csík rajta, tiszta tartálya rendelkezik, megy a ventilátor, mert hideg van már. Azt gondolnám, hogy az autónk az itt az M3 autóparkban megnézhető, érdemes, hiszen tényleg rendbe tartott kocsi, és van sok műszakia. Várunk benneteket, gyertek be hozzánk, és legyen a tiétek ez a Fiat Stilo, viszontlátásra!